Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 16-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel, az indiai asztrológia szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, de ez egy nagyon precíz számítás. Ne csodálkozzatok el azon, ha én közlöm veletek, hol található hold és a nap, azon kívül a bolygók, ez más, mint a mi általunk ismert asztrológia. Ebben az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik. Ez mutatja a nap és hold távolságát mindig egy új hold vagy teli hold után. A mai nap tehát április 16-a a 8. tithiben van. Ezt azt jelenti, hogy változások lesznek. Kell, hogy ezt most megoldjuk, mert itt van feladatunk. Azon kívül ez a tithi nap mutatja azt is, hogy nagyon jó energiánk van ahhoz, hogy például egy szertartást tegyünk, vagy ahhoz, hogy érezzük az isteni energia hatalmát. Az indiai asztrológiában vannak úgynevezett holdházak. A hold ma a Sravana holdházban található. Ez annyit jelent magyarul lefordítva, a sas madár, és az nekünk annyit jelent, hogy kell, hogy a távolba nézzünk. Terveznünk kell valamit, amit mi a jövőben el szeretnénk érni. Az elemek, tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. A tűz elemében található a nap. Mutatja a havi témát is, a bátorságot, a lelkesedést, azt is, hogy mozgásba vigyük a dolgokat. A föld elemében található a hold, Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. Ez a föld eleme mutatja a reális tényeket. Mivel itt található Vénusz és Mars, ami a párkapcsolatot tükrözi, a nőiességet és a férfias energiát, és így egy jó kapcsolatban állnak egymással, az segít abban nekünk, hogy a párkapcsolatban megérezzük a biztonság érzését, és erre a biztonság érzésére van is szükségünk. A föld eleme mutatja az anyagiakat is. A Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, a Szaturnusz bolygó lehet egy korlát is, viszont tanít bennünket valamire. Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra, és gyakran vannak ilyen kármikus témák is az ő hatása alatt. A levegő elemében ma nincs bolygó, illetve a mi földünk van a mérleg jegyében, és az a levegő eleméhez tartozik. Ez nem az, amit mi megkapunk, hanem azt jelenti, amire szükségünk van. És a levegő eleme mutatja a könnyűségeket és a kommunikációt. A víz elemében található Merkur bolygó, és ez a Merkur hatás jelenti, mennyire fontos az érzelmekről beszélni. És most a kapcsolatok. Az a kapcsolat, ami a nap és Jupiter
a nap és Plútó között volt, ami a nehézségeket mutatta, ez a kapcsolat véget ért. Ugyanúgy, mint ahogy a Jupiter kapcsolata a Földhöz és Plútó bolygó kapcsolata szintén a Földhöz, ami a nehézségeket mutatta, az elmúlt napokban ez véget ért. Tehát fellélegezhetünk, kell is a levegő eleme. Mars és Vénusz bolygó egy nagyon jó kapcsolatban áll a Föld elemében, és ez segít abban, hogy a párkapcsolatban szerencsénk legyen. A Hold összeáll Mars bolygóval. Ezt úgy nevezzük, hogy konjunkció, és ők együtt hatnak. A Mars energiája mutatja a férfiakat. És mivel a Hold is itt van, és együtt hat Mars bolygóval, az azt jelenti, hogy a férfiak mutatják az érzelmeinket. Viszont azt is meg kell, hogy tekintsük, hogy a Mars bolygó gyorsan reagál az eseményekre. Az pedig azt is kiválthatja nálunk, hogy mi meggondolatlanul cselekszünk, vagy valaki a közelünkben, és ez kihat ránk. A Vénusz bolygó egy nagyon jó kapcsolatban áll a Holddal és Merkur bolygóval. Az lehet egy jó hír, az is előfordulhat, hogy lesz egy szerelmi vallomás, és ez volt a mai mesebeli asztrológiám.